Ez egy olyan mértékű beavatkozás a Balaton élővilágába, tehát ez egy, szerintem ez egy alapvetően egy természetkárosítás szintjét már megüti. Hogyha nem változtatunk, akkor használhatatlan lesz a Balaton? Hát mondok egy analógiát, lélegeztetőgépen van. Nem adok sok esélyt, hogy ezt valaha is innen már vissza lehessen csinálni. Polgármester úr érez felelősséget abban, hogy ezzel a területtel ez történt, vagy azt mondja, hogy nem tehetett többet? Annyiban érzek felelősséget, hogy a nyilvánosság elé nem terjesztettem jobban. És ma lehet írni a hülyeségeket. Évek óta minden szezon elején érkeznek a hírek, hogy újabb és újabb nagy beruházások, építkezések vannak a Balaton környékén. Egyre többen félnek, hogy ezzel viszont nem a fejlődés útjára lép a Balaton, hanem feléjük a jövő generáció Balatonját. Mi igaz ebből? Hol van a fejlődés határa, és hol van a Balaton tűrőképességének a határa? Ezt járjuk körbe most a Szabadon adásában. Földön, vízen és levegőben is megközelítettük a Balatont. Forgattunk az északi és a déli parton. Több olyan beruházást vagy tervezetet is megnéztünk, amely az elmúlt időszakban nagy vízhangot váltott ki. Jártunk Lovason, Csopakon, Aszófőn és Örvényesen. A déli parton pedig Földváron. Ez csak pár település azok közül, ahol most zajlanak a beruházások. De mindegyik példázza azt, hogy nincs egységes koncepció a Balaton fejlesztésére. Egységes koncepció hiány, mindenki csak a maga területével és érdekeivel foglalkozik. És mindegyik beruházásban közös, hogy végső soron a Balaton tűrőképességét teszi próbára. Földvár az első helyszínünk. Mikor megérkezünk a szabad strandhoz, javában megy a tereprendezés. Hétvégére el akarnak készülni, hogy megnyithasson a strand. De ez a strand már nem ugyanaz a strand, mint volt akár pár hónappal ezelőtt. Felépült ugyanis a 175 hajóra tervezett, 380 méterre benyúló elkikötő. Viszonyításként a Lánchíd épp 380 méter hosszú. Persze, amíg itt valóban hajók állhatnak, még sok mindennek kell történnie. Ha egyáltalán történhet. A Mosolygó Balatonföldvárér Egyesület ugyanis már másodszor támadta meg a beruházást a bíróságon. A civil szervezet egyik tagjával sétálunk az építkezés mellett. Beljebb, mivel építési terület, nem mehetünk. Elköltöttek szintén 37 millió. Na most azért ezt a négy számot így összeadjuk, 50, így hirtelennyébe, akkor 2, azért 10, ez... Igen, ez már inkább 250-260 milliónál ez tartunk. Ez már így nagyjából egy negyed milliárdnál tartunk, amit erre a pici strandra... Erre a pici itt, strandra, hogyha bekukucskálok, látok. Erre a pici strandra így sikerült elkölteni. Nyilván a játszótér. Az elmúlt években rengeteg pénzt költöttek a strandra, ami most a civilek szerint, mint strand, használhatatlan lesz. Amikor az első perünk lezajlott, és a Pécsi Bíróság kimondta, hogy ez jogszerűtlen, amit itt csinálnak, mert ide nem építhettek volna kikötőt. Azért, mert hogy ez egy közforgalmú strand? Konkrétan igen, tehát a helyi építési szabályzat rögzíti, hogy ez strandként van rögzítve, rögzítik, hogy ide semmi más funkciót nem lehet építeni, és nem csak azért, mert a törvény erejénél fogva ez rögzítve van, hanem azért, mert ugye ott az előbb meg tudtuk tekinteni, hogy több mint 250 millió forintot ott nevesítve, táblán rögzítve minden erre elköltöttek, mint strand. Tehát ugye azért ez egy meglehetősen amorális dolog, ugye? Hogy elköltünk pénzeket, de inkább mondjuk azt, hogy elköltségelünk pénzeket egy területre, és utána annak egy egészen más funkciót adunk. De nem csak a helyszín ellen van kifogásuk a civileknek. Szerintük az építkezés jogszerűtlen, és minden nemű társadalmi egyeztetés elmaradt. Pandémiára való hivatkozással kihirdették a rendkívüli helyzetet.
Ami azt jelentette konkrétan itt a mi esetünkben, hogy a polgármester úr úgy tudott dolgokat eldönteni, hogy még a testületet se kellett összehívni. Polgármester úr egy személyben az irodájában az ajtót magára csukva eldöntötte, hogy azt kinyerje meg, és az egész folyamatot gyakorlatilag a szerződés kötésig így zavarták le. Elég szép. A beruházónak ugyanis ingyen adta át a területet az önkormányzat. Sőt, a magyar állam még 1 milliárd forint beruházási támogatással is megdobta a céget. Van még bármi remény arra, hogy a kőszórás megtörtént, de ez mégse lesz egy végleges beruházási állapot, és itt mégsem lesz kikötő? Hát, hogyha a realitások talaján maradunk, akkor én erre már nem adok sok esélyt, hogy ezt valaha is innen már vissza lehessen csinálni. Tehát bármit is határoz a bíróság, ezt addigra már megcsinálták? Ezt már addigra megcsinálták. Tehát, hogy a válaszoljak a kérdésre, hogy látok-e én erre esélyt? Nem látok. Mi van akkor, hogyha most Pécsen egy órakor a bíróság megint ugyanaz a bíróság, ugyanaz a bíró, ugyanarra a keresletre, megint azt fogja mondani, hogy igen, ez törvénytelen, ide építeni kikötőt. Akkor mi van? A bíróság pedig kimondta, hogy törvénytelen volt a kikötőépítés. De a beruházó most nyilván fellebbezni fog, újabb hónapok telnek el. Földvár polgármestere szerint pedig a bírósági döntés egyáltalán nem jelenti azt, hogy le kellene állítani az építkezést. Ez a Lánchíd hosszúságú kőszórás megmutatja, hogy körülbelül mi vár Csopakra. Itt Földváron már megtörtént az, amitől ott még csak félnek. Irány az északi part tehát, irány Csopak. Pár éve még nem csak komppal, de akár sétahajóval is elérhettük volna Csopakot. Csak hogy a Bahart három másik kikötővel együtt eladta a csopaki kikötőt. Ekkor kezdődött a terület kálváriája. A magánkézbe került kikötőt ugyanis az új tulajdonos elzárta a nyilvánosság elől, mondván, hogy építési terület. Most pedig egy 250 méteres kőszórást tervez a vízbe, hasonlót, mint amit előbb Földváron megmutattam. Ami biztosan egy jelentős kikötő bővítést jelent majd. De nézzük, hogyan is jutottunk ide. Balatonakali, Balatonkenese, Balatonudvari és Csopak polgármestere a térség országgyűlési képviselőjével, Kontrát Károllyal 2020-ban még büszkén jelentették be, hogy a kikötők 25 éves ingyenes önkormányzati kézbeadásáról tárgyalnak. Kontrát Károly Facebook oldalán még megtalálható az a fotó, amelyet ezzel a címmel láttak el. Megkezdődött a Bahart kikötő használati szerződésének aláírása. Erről az aláírásról azonban a csopaki polgármester egyedüliként üres kézzel távozott. Ezután árverésre írták ki a területet. Az önkormányzatnak azonban esélye sem volt megvenni, miután az 52 milliós kikiáltási ár 18-szorosáért 890 millió forintért kelt el a terület. Az összes többi önkormányzat miért tudott megállapodni, vagy miért tudott olyan végleges szerződéstervezetet elérni, amit Csopak nem? Mert ott közforgalmi kikötő volt, itt meg egy közforgalmi kikötő, meg egy vitorlás kikötő volt, és a vitorlás kikötőt azt nem adták volna nekünk. Csak a közforgalmi kikötőt. Part nélkül, fű nélkül, minden nélkül. Én meg szerettem volna, még ez a licit előtt volt, ugye, hogy az önkormányzatnak megmaradjon ez a használatában legalábbis. Nyilvános egyébként, akár ez a tervezet, amit a Bahart a Csopaknak ajánlott? Hát biztos megvan, hát én nem írtam alá, fenn voltunk a négy polgármesterrel. De önnek nincs meg? Hát nincs, mert nem írtam alá. De mind a másik három polgármester el tudja mondani, tehát én mást kaptam, mint a másik három polgármester. Tehát én nem ugyanazt a tervezetet kaptam meg, hiszen nálunk leválasztották volna ezt a területet. Az összes többi település polgármestere a képviselőtestület elé vitte a Bahart szerződés tervezetét. A polgármesterek képviselőtestületi jóváhagyással mentek a Baharthoz tárgyalni.
csopaki civilek azt mondják, ezzel szemben Amrus Tibor a Covid-ra hivatkozva végig egyedül tárgyalt. Se a jegyzőt, se a jogászt nem vitte a tárgyalásokra, és soha nem terjesztette a képviselőtestület elé a kikötő ügyét. A zöld közpark előtt lévő 464/5-ös helyrajzi számra mondja a polgármester, hogy azt nem kapták volna meg. Ezért nem éltek a 464/3-as helyrajzi szám átvételével. Ugyanakkor a 464/5-ös helyrajzi számot a vízügyi igazgatóságtól, mint a 77 négyzetméteres állami terület üzemeltetőjétől bérelte a Bahart is, a Tómederrel együtt kötött mederhasználati szerződés keretében. Civilek szerint ez azt jelenti, hogyha csak a mólószárat szerezte volna meg csopak, akkor is gyakorolhatta volna a kikötő feletti jogokat. A helyi építési szabályzat szerint pedig 3000 négyzetméter alatti telekalakításra ebben az övezeti besorolásban nincs mód, azaz mólószár és zöld park nem ketté osztható. Erre mondja a polgármester, hogy itt rengeteg jogi ellentmondás van, hisz egy közparkot nem is lehetett volna eladni. Ha jól tudom, most a térburkolatnak a kihelyezése van éppen sorra. Én nagyon remélem, hogy egy-két héten belül ez egy látogatható, meg kisétálható, vagy besétálható terület lesz. De ez nem közpark. Ez a rész. Az a zöld terület, ami itt mellettünk van, én úgy gondolom, hogy egy jogi anomália. Tehát amikor ez értékesítve lett, akkor szerintem nem nézték át rendesen, hogy egy közparkot hogy lehetne eladni, mert ugye a törvényeink szerint közpark az csak önkormányzati vagy állami ingatlanon létesíthető. De ez azért egy közparkként lett értékesítve. Ez egy nagy szomorúság, ahol azt mondhatjuk, hogy nagyon sérül a közérdek és az egyéni érdek. Tehát általában az a probléma. Tehát, hogy igaz, hogy az egy kicsi móló volt, egy kicsi parkkal, de mégis az volt nekünk, azt szerettük. Hát nem beszélve arról, hogy az micsoda kár, tehát szerintem egy vagyonvesztés egy településnek, hogy nincs hajójárat. Tessék te hajóra, sem menetrendi hajóra nem lehet szállni. Helyi civilek szerint ráadásul vitathatatlan, hogy természetrombolással fog járni a kikötőépítés. Onnantól kezdve, hogy ott megvalósul ez a hatalmas nagy kőszórás, ami olyan magas lesz a vízfelszínhez képest, hogy én egy szappanálok, én nem fogok látszódni a kőszórás másik oldaláról. Tehát, hogy ez egy olyan mértékű beavatkozás a Balaton élővilágába, tehát ez egy alapvetően egy természetkárosítás szintjét már megüti, de hogy az itt lakók, tehát hogy nem látnak rá a Balatonra, az teljesen elveszik nekik, majd nézhetik a hajókat, a kőszórást, elméletileg terveznek rá fákat ültetni, ami szintén utána csökkenti a Balatonra való rálátást, kerítést húztak fel, aminek ilyen opálos üvege volt, most azt egy kicsit próbálják, hogy áttetsző legyen, és akkor nem a Balatont nézhetjük, hanem Balatont ábrázoló festményeket applikálnak rá. Veszélyben van az, hogy csopakról lássuk a Tihanyi öblöt, lássuk a Palóznaki öblöt, és hogy ez, amit két oldalról is, ez a nádas, ami a szépségét adja és az érintetlenségét csopaknak, ez megmaradjon? Hát amíg éleszek a polgármester, az biztos. Az önkormányzati területekre tudunk vigyázni. Én ezt tudom mondani. De hogy ha elmegyünk egy tengerpartra, kikötőbe ott állnak a nagyhajók. A nagyhajóktól nem lehet látni. Én remélem, hogy csopakon belül, a vitorlás klubokon kívül, hiszen itt azért lassan kikerülnek mindenhova a hajók, nem lesz kitakarva a kilátás. Érez felelősséget abban, hogy ezzel a területtel ez történt, vagy azt mondja, hogy nem tehetett többet? Annyiban érzek felelősséget, hogy a nyilvánosság elé nem terjesztettem jobban. És ma lehet írni a hülyeségeket. Az önkormányzat egyébként most annyit tett, hogy lassítja a beruházást,
hiszen előírták, hogy a csopaki utcákat nem lehet terhelni a móló építéséhez szükséges kövek szállításával, vagyis csak a nyílt vízről hozhatják a köveket. Sikerült beszélnem kamerán kívül az építés vezetővel, aki azt mondta, ezt még nem tudják, hogy hogyan tudják megoldani. A földvári és a csopaki kikötő építésén túl még több terv van újabb hajóhelyek létrehozására. Évek óta 1000 új kikötőhely szükségességéről beszélnek, de valóban szükséges? Lehet-e még új hajóhelyeket építeni a Balatonon? Hát lehet, de nem biztos, hogy kell építeni. Ugye ez egy gyakori tévedésünk, hogy a vizet próbáljuk a hajóhoz szabni, és nem a hajót a vízhez. Ez egyébként a Dunán is ugyanígy probléma. Tehát abban a pillanatban, hogy tengerre épített hajókban gondolkodunk, azok sok helyet foglalnak, azokkal csak akkor lehet kimenni a kikötőből, hogyha a kikötőnek a szájában mély a víz, és óriási építési beruházásokat igényel az, hogy ezeknek a számát növelni tudjuk a vízen. Megvan a balatoni hajózásnak a hagyománya, és megvannak azok a típusok is egyébként, amik teljesen jól működnek a tavon, sekély vízállás esetén is, akkor sokkal kevesebbet kell építeni, sokkal kevesebbet kell beruházni. Zlinszky András ökológussal nem csak a kikötő építésekről, hanem az összes építkezés hatásairól is beszéltünk. Szerinte érzékelhető egy szemléletváltás. Egyre többen és egyre többet beszélnek arról, hogy nem lehet tovább terhelni a Balatont és a környezetét. Ha nem változtatunk, akkor használhatatlan lesz a Balaton? Hát mondok egy analógiát, lélegeztetőgépen van. Ugye ezt a Covid óta ismerjük nagyon jól, hogy hány lélegeztetőgépet tudunk, és hány szakembert a lélegeztetőgépek mellé odaállítani. Ugye a tónál is hány olyan alrendszere van a tónak, vagy hány olyan folyamat van, amit intenzív beavatkozással azon a tűrés határon belül tudunk tartani, nem ami a természetnek jó, hanem ami nekünk embereknek jó. A balatoni látképhez a szőlőhegyek is hozzátartoznak. Itt is évek óta tart a sokszor tájidegen építési láz. Van azonban jó példa ennek megállítására. A Lovasi Öreghegynek a nyugati oldalán állunk, ez a Csárda út felfelé, és gyakorlatilag ennek a szőlőhegynek az az értéke, ugye a legforgalmasabb és legkedveltebb balatoni szakaszon található lovas, ugyanakkor mégis egy kicsit zárvány maradt, mert nem csend közvetlenül, nem partmenti település, kicsit feljebb van, és gyakorlatilag ez a szőlőhegy rendelkezik ezzel a hatalmas összefüggő szőlővel és mandulással, ami azt gondolom, és mások szerint is, ez egy nagyon erős tájértéki darab, tájértéki jelleg, amit érdemes megtartani. Egyre több homlokzat, különböző stílusú épületeknek a homlokzata bukkant fel, amik sok esetben egy kicsit úgy kilógtak a tájképből. Ugye a régi présházak pincéknek ugye az a jellege, hogy szinte a tájba simul, a táj részévé válik a körülötte lévő fákkal. A sok épület viszont sajnos nem, tehát nagyon kirívó, sokszor több emelettel van a talaj felett, bár tartva a helyi építési szabályzatban előírtakat. Ugyanakkor vannak egészen modern épületek üveghomlokzattal, amik biztosan jól mutatnának Érden, vagy Budapest valamelyik külvárosában, de nem egy autentikus szőlőhegyen, azt gondolom. A polgármester és a főépítész is a helyi civilek mellé állt, és elfogadták, hogy építési tilalom legyen Lovason. A változtatási tilalom az most mire vonatkozik? Az azt jelenti, hogy amit így látok, annak így is kell maradnia? Ez azt jelenti, hogy nem fogadnak be új építési kérelmet egyrészt, illetve nem lehet, a megkezdetteket lehet befejezni, de például egy masszívabb felújításba se lehet belekezdeni mostantól. Az alig 20 kilométerre fekvő Örvényesen viszont nincs tilalom. Sőt, arra készülnek, hogy az örvényesi Balatonpart partrendezéséről szóló rendeletet módosítják. Helyi civilek szerint ez nem jelent mást, mint hogy a Natura 2000 határán fekvő 11 hektáros jelenleg külterületi területet beépítik. Erről a területről van szó. Amíg ott voltunk, több fácánt is láttunk, de rengeteg más állat és növényfaj élettere ez.
többek közt ezeké a szarvasoké. Szarvasok helyett azonban pár év múlva már szanatórium lehet itt. Mostanában, ahogy bemutattuk a Balaton henyei anyagunkban is, így nevezik a wellness szállodákat. Az alapfélelem itt az a helyieknél, illetve a nyaraló tulajdonosoknál, hogy ide egy nagyobb beruházás fog épülni. Tehát tulajdonképpen Örvényes egy 150-160 fős falu, itt igazából nincs hely egy ilyen több száz férőhelyes hotelnek, nevezhetjük azt szanatóriumnak is. Ez az egyik, illetve nyilván az ezzel járó környezetpusztítás, ami úgy kiverte a biztosítékot. Egyetlen helyi sem vállalta, hogy arccal, névvel nyilatkozzon. A nekem nyilatkozó helyi civil ugyanakkor elmondta, nem akarnak kompromisszumot kötni. Ez a tulajdonos egy rétleg előtt vásárolt mezőgazdasági területet használjaként, mint mezőgazdasági terület. Legeltessen állatokat, nézegesse a rétet, ezt szeretnénk elérni, hogy ez így maradjon. A polgármesteri hivatalnál találkozom a Balaton ékszerdobozának is nevezett Örvényes polgármesterével. Huszár Zoltán egy ciklust leszámítva 1990 óta vezeti a települést. Azt nagyon hamar le is szögezi, hogy semmi olyan nem fog történni, amit a helyiek nem támogatnak. A polgármesterrel bejártuk a területet. Bár annak határában ott van egy természetvédelmi terület tábla, azt mondja, ez megtévesztő. Ez nem nemzeti park, nem Natura terület, nincs vízpartja és nincs nád területe. A nád ez alatt következik. Uh-huh. Jó, csak hát ugye azt mondják, hogy nyilván, hogyha itt hozzányúlnak a területhez, akkor az egyébként az egésznek az ökológiáját úgy befolyásolja, hogy az befolyásolni fogja a nádast is. Ez biztos. Akkor is, hogyha nem tartozik a sportüdülő központhoz. Meg akár a tapasztalatok alapján, ugye én is azt gondolom, meg hát logikusan következik, hogy le akar jutni a nádon keresztül a vízre. A vízhez. Mert miért itt csinálnak? Ilyen alapon a Bakonyba is tudná csinálni ezt a beruházást. Ugye ez rétlegelő, egy mezőgazdasági terület, jelenleg is külterület, részben nemzeti park, illetve részben Natura 2000-es terület. Ugye erre mondja a polgármester, hogy ez nem igaz, mert hogy a határai azok, de maga igen, a terület nem. Igen, de hát tudjuk, hogy ha itt építkeznek, akkor valószínűleg azt is érintik. És itt a vízügyes szakemberekkel beszéltem, a büntetés felső határa az 3 millió forint. Tehát, hogyha lemennek a vízig, és mondjuk ott... Hát, hogyha kipusztítanak mindent, akkor 3 millió forint a legfelső határ a büntetésnek. Hát ugye ez egy 35 milliárdos beruházásnál, ez már talán így apró pénz. A nádas is csak akkor lesz stabil, ha nem csak a vízben álló része van meg, hanem a szárazföld felé egy egyenletes átmenetet tud alkotni ezekkel a gyepalkotó fajokkal és ezekkel a nagyon-nagyon fajgazdag élőhelyekkel. Hogy konkrétan ott egyébként élnek-e naturális jelölőfajok ebben a gyepben, ez az egyik utolsó kis mencsvára a vízhatás alatt álló réteg fajainak a Balaton körül. És hát lehet azt mondani, hogy hiába más településeken beépítették ugyanezeket, akkor miért ne tették meg ők is ugyanazt, de hát a Balatonnak, az egész kincsnek, az egész természeti erőforrásnak, amiből az összes vízparti település él, szüksége van arra, hogy működjön ez az élőhelyhálózat, szüksége van ezekre a területekre. A beépítési terv nem új. 1997 óta szerepel a rendezési tervben. A polgármester ezért azt mondja, hogy nehéz egy magántulajdonosnak azt mondani, hogy a tulajdonával nem rendelkezhet. De akkor ön jól értem, hogy ön egy szerényebb beruházást azt támogatna. Egy olyan beruházást támogatnak, amivel a többiek is megelégednek, a testület megszavazza, ugyanakkor bevétel van a községnek. Van-e ebből visszaút? Vagy itt biztos, hogy hát amit nézze, most látunk, ezen lesz valami nagy komplexum? A testületi határozat alapján, ami a márciusi testületülésben volt, az van, hogy hozzájárul a testület ahhoz, hogy ilyen nem rendeletnek neki álljanak. Ott a harmadik pontjában azt mondja az önkormányzat, hogy elkészítheti a tényennemet, de még mielőtt beadja, a mi hozzájárulásunk kell. Tehát mi most... És ez nem egy borítékolt hozzájárulás? Nem, hát hogy lenne borítékolt? Vagy hogy érti, hogy megvan beszélve előre? Nincs ilyen. Látott már ilyet nálunk a világ? Az lehet, de nálunk nincs. Örvényes, törvényes. A szomszédos, alig 2 kilométerre lévő Aszófőnek nincs vízpartja.
ezért kevesebb figyelem is övezi a nyilvánosságban, ami ott történik. Pedig ez a pici település sok szempontból az elszenvedője a környező építkezéseknek. Azokhoz ugyanis beton kell, amit a faluba telepített Molnár betongyárból szolgálnak ki. De ahol építkezés van, ott előtte általában bontás is, így akár Füredről, akár Tihanyból, akár más településekről ide szállítják a sittet. Ráadásul a betongyárból fokozottan védett természetvédelmi területre folyt ki a nedves cement a Sétpatak völgyében. A tavasz hírnökeként itt virágzik a védett téltemető nevű virág. Itt van a legnagyobb magyarországi állománya. Hol vagyunk most, László? Ez mi ez az út, amit látunk? A Szófő település végén vagyunk, itt vannak az utolsó házak, és ez az a bizonyos Kossuth-Lajos utca, ami Pécseire vezet, és ami kereszteződés van, az egy újonnan épített út a teherautóknak, amik a Molnár betontól, és a, hát én úgy hívom, hogy a szeméttelep, de sittelep től hozzák, viszik az anyagot. És akkor elvileg van egy elkerülő út. Elvileg van egy elkerülő út, lehetne mondani ezt, de ez egy földút volt. Ez nem erre lett kitalálva. Most meg is tudjuk mutatni. Melyik jön? Ez valószínű a törmeléket hozza, vagy viszi majd. És hát ezzel a porral jár a Natura 2000-es terület. Azt szokták mondani a környező településeken sokszor, hogy hát a fejlődéshez, egy falu fejlődéséhez kell a bevétel, kellenek a beruházások, pláne mondjuk a Szófőnek nincsen közvetlen vízpartja. Így van. Van bármi előnyük abból? Semmi. Adózásban, nem tudom én, munkahelyteremtésben. Az éves bevétele a falunak adókból 40 millió. Abból 11 millió a vállalkozókból befizetett adó, ami azt jelenti, nem tudjuk, mert nincs részletezve, hogy az a Molnár beton, amelyiknek X helyi telephelye van, ide mekkora részletet fizet az összbevételéből. Tehát sokkal nagyobb a terhelés, mint amit hoz ez a bizonyos vállalkozás, mert ez csak ráterhelődött erre a kis településre. László elkalauzol bennünket a gyárhoz, ami mellett van közvetlenül a sítlerakó is. Szóval egyrészt látom, hogy jobb kéz felé gyönyörű a panoráma, de bal kéz felé kevéssé. Ez micsoda? Ez egy síttelep. Régebben itt szabad terület volt, még emlékszem rá, 2011-ben egy ló volt bekötve hátul az istálószerűségben. Ez az egy kép maradt meg, és aztán ez lett. Tehát az, hogy Balatonfelvidék egyik legszebb kilátású területe, ahol a Balaton szó szerint úgy látszik, hogy kettő van. Van ugye az Aszófői sarok része, és van a Bázsai-öböl része, és ez közre fogja a Tihanyi félszigetet, ide nem ez való. Nem ez való. Ugye a Molnár betonból volt egy szivárgás. Ők így azt van. Mondják, hogy egy egyszeri esőzés alkalmával. Igen. Mi az, amit egyébként önök megtapasztalnak? Vagy hát mi kint voltunk, éppen többet magammal, hatóság emberei is kint voltak, végignéztük. Az volt a meghatározás, hogy föl kell szedni nem gépi erővel, nem tudjuk, hogy végezték el, mikor, mert azt nem jelentették be. És ugyanakkor az látszik, hogy nem egyszeri alkalom volt. Tehát a rétegződésből egyértelműen. A Molnár betont is megkerestük, hogy megtudjuk, hogyan orvosolták a betonkifolyást. A hatóságok által kért támfalat megépítették-e, és tudják-e garantálni, hogy többször nem fordul elő hasonló eset. Választ azonban nem kaptunk. Egyre több civil és politikus küzd a Balaton értékeinek megőrzéséért. Többen csak a háttérben mertek beszélni, sokan még úgysem.
Az LMP, mint zöld párt, sok ügyet felkarolt, de nincs sokkal több eszközük politikusként, mint a civileknek. Azt valahol elfogadjuk, hogy vannak turisztikai igények is, hogy emberek itt szeretnének pihenni, nyaralni, adott esetben vitorlázni. Viszont ugye, amit nehéz elfogadni, az az, hogy hogyan születnek meg ezek a döntések ezekről a beruházásokról. Tehát itt azért már korán sem látjuk azt, hogy ez a természettel összhangba történnének. Van ez az úgynevezett Balatonfejlesztési Tanács. Ez azért viszonylag jól működött évekig, ebbe ugye a Balaton környéki önkormányzatoknak van döntő szava, adott esetben a megyei önkormányzatoknak is, illetve meghívott vendégként részt vehettek a Balaton környéki civil egyesületek. Na most az elmúlt években azt láttuk, hogy ennek a fejlesztési tanácsnak a hatásköreit teljesen kiürisítették. Tulajdonképpen még ülésezik a tanács, de érdemi döntéseket alig hoz. Az érdemi döntések nem itt születnek, nem ebbe a tanácsban. Hol születnek? Hát a szálak oda vezetnek, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségbe születnek meg ezek a döntések. Tehát ugye azt tavalyi hír volt, hogy Rogán Antalhoz kötik elsősorban, vagy már korábban, illetve újabb fejlemények alapján ez egyre jobban a miniszterelnök lányához, Orbán Ráhelhez köthető, ugye az ő barátnője lett kinevezve vezérigazgató helyettesnek, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy átfogó fejlesztési koncepció helyett, ahol mondom az érintettek közösen eldönthetnék, hogy hol logikus kikötőt építeni, hol logikus hotelt építeni, figyelembe vennék a már meglévő nyaralóknak az érdekeit, stb. Tulajdonképpen ez a turisztikai ügynökség osztja a pénzeket, tehát itt Földváron is ugye 1 milliárd forint támogatást kapott ez a kikötő, lényegében ilyen ad-hoc lobby érdekek alapján dől el, hogy ki hol mit építhet. A Magyar Turisztikai Ügynökségnek is elküldtük a kérdéseinket arról, hogy milyen egységes tervek léteznek a Balaton megóvására. Hogy ők érzik-e, hogy a tűrés határán már túl van a tó. Választ azonban nem kaptunk. Az egyik legaktívabb civilnek, Taró Andreának, aki rengeteg ügyet ismer is, ez a tapasztalata. Szerinte nincs átgondolt és egységes koncepció a Balatonra, azon túl, hogy növeljék a balatoni turizmust. A természeti tűrőképesség nincs figyelembe véve, mert gyakorlatilag egy-egy kikötőnél lehet, hogy kell készíteni egy hatástanulmányt, vagy egy nagyobb lakópark esetében készül egy környezeti hatásvizsgálat, de ezek pontszerűen csak az adott egyetlen építkezésre vonatkoznak, de a Balaton közvetlen parti területein 44 település akar fejlődni. És akkor vissza is tértünk az eredeti kérdéshez. Mit bír ki a Balaton? Milyen állapotban van? És meddig lehet még elmenni? A hal állomány utánpótlása szempontjából már túl vagyunk a tűrőképességen, már évtizedek óta csak azért tudunk sokat horgászni a Balatonban, mert folyamatosan telepítjük bele a halakat. Nem fejlődik ki annyi kis hal, amennyi utánpótolná az állományt. Tehát ez egy olyan alrendszere a Balatonnak, ami már nem működik. Van olyan alrendszere, ami még működik, de ahogy így nézzük, a tűrőképessége az bizonyos szempontból már lezárult, mert túl vagyunk rajta. A Tiszatavon a civilek, a vízügy, a helyi önkormányzatok leültek és megbeszéltek tulajdonképpen egy használatjutasítást, egy viselkedési szabályzatot. Mik a céljai a Tiszató menedzsmentjének? Mik azok a szabályok, amiket minden egyes horgásznak, nyaralónak, turistának be kell tartani? És ezt a kódexet 30-valahány önkormányzat látta el a pecsétjével és az aláírásával, és a horgászkikötőkben ki van függesztve a falra. Tehát úgy tűnik, hogy a lakosság, meg hát a nyaralók is ezt a sajátjukének érzik. Nagyon izgalmas lenne a Balatonon egy ilyen folyamatot elindítani, de azt gondolom, hogy valahol ez már elindult, és abban bízom, hogy ezért aztán sikerül. Harminc éve itt nyaralunk a Csopaki strandon, én gyakorlatilag itt nőttem föl ezzel a látvánnyal. Ezt a látványt féltik most a csopakiak, de ez az egész történet, amit most bemutattunk, nem csak róluk szól. Gyakorlatilag nincs már olyan balatoni település, ahol kisebb vagy nagyobb beruházások ne jöttek volna létre. És sokan attól félnek, hogy feléjük a jövőnket, feléjük az egyetlen Balatonunkat. Ez volt a Szabadon,
a Szabad Európa Tényfeltáró magazinja Benyó Ritával.